Mintegy 200 pályázatot támogatnak a 2 milliárd forint keretösszegű önkormányzatok számára meghirdetett zártkerti programban, ezt Szakál István Lórend, a Földművelésügyi Minisztérium agrárfejlesztésekért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkára jelentette be a Megyeházán tartott szakmai konferencián. Szerinte azért is fontos, hogy az önkormányzatok pályázhatnak, mert a realitásokat helyben ismerik leginkább. Ők szembesülnek azokkal a problémákkal, ami adott esetben a pallagon hagyott kertekből, a gondozatlan, ápolatlan kertekből adódik. Ők értesülnek azokról a kellemetlenségekről, amelyek éppen a pallagon hagyott és ezáltal elgyomosodott kártevőkkel is megtelt kertek okoznak az egyéb gondozott kerteknek, amelyek mondjuk a szomszédságban vannak. Hogyha azt akarjuk, hogy ebben a világban rendet tegyünk, akkor itt első számú szövetségesek azok az önkormányzatok. Az önkormányzatok azok, akik képet kaphatnak, vagy képet tudnak alkotni arról, hogy ezeknek az átkerteknek kik a tulajdonosaik, mik ezek a tulajdonosoknak, mi a szándéka, ezekkel akarnak-e foglalkozni. Nagyon sok esetben azt tapasztaljuk, hogy olyan tulajdonosok vannak, akik lehet, hogy nincsenek is annak az információnak a birtokában, hogy ők zártkerttel rendelkeznek. Az önkormányzatok 10 millió forintra pályázhatnak, összesen 2 milliárd forint áll rendelkezésre erre a célra. Több település vezetője azt mondta, élni fognak a lehetőséggel. Leveleken főként az utakat tennék rendbe ebből az összegből. Leveleken két helyen is vannak zárt kertek. Államtitkárról az előbb nagyon helyesen mondta azt, hogy egyrészt a szőlőkertek, a régi szőlőkertek, amelyek ott vannak, elhanyagoltak a parcellák, ebben már igyekeztünk lépni. Elindítottunk egy erdősítési programot már Leveleken, részben magángazdákon keresztül, részben az önkormányzat már erdősítette zárt kerteket, illetve Leveleken, a tó mellett, a Leveleki tó mellett, a Leveleki tó centrumban levő területek is zárt kertek. És ezeknek a fejlesztésére ez a pályázat, ez a program nagyon nagy lehetőséget biztosít majd nekünk. A szakmai konferenciát Szabó Tünde államtitkár nyitotta meg. Kiemelte, ahogyan egész Európában, úgy az országban és különösen a megyében is fontos a mezőgazdasági termelés. Szerinte ez tovább javítja az ebből az ágazatból élők helyzetét is. Nagyon fontos az, hogy a továbbiakban is segítség érkezzen ezen a területre. Ugye itt két kezükkel művelők és földművesek és földtulajdonosok érintettek. Nagyon fontos ez a területünk, hiszen Magyarország híres arról, hogy az egyik alappillére az agrár terület. Úgyhogy, hogyha ez a lehetőség megvan, és ki tudjuk használni, ugye a kisebb és a közepes méretű gazdálkodásokat is kell segítsük, ez is azt jelenti, hogy a későbbiekben is kell nagyobb figyelmet tegyünk rájuk, és ennek megfelelően a támogatásokkal tudjuk segíteni. Hiszen itt családok érintettek, és nagyon látszik azért az országos lefedettségben, hogy ez a megye, ez milyen erős ebben az ágazatban. És azért most már rájövünk arra, hogy ez az a terület, ami a jövőnket érinti, és hogyha itt sikeres vagyunk és eredményesek, akkor biztos, hogy Magyarország is az lesz. A megye az elmúlt években is jól szerepelt a különböző agrárpályázatokon. A gazdák 16 jogcímen 58,5 milliárd forintot nyertek el, ehhez még további 38 milliárd forint támogatás is érkezett. A tervek szerint az országos agrárgazdasági támogatások legalább 10%-a, azaz 130 milliárd forint érkezhet a jövőben a térségbe.